Na képzeljétek el, mi foglalkoztat még újabban, telepátia. Nem tudom, ki foglalkozik vele, egy nagyon fontos dolog, ugye? Tehát rengeteget gyakorlom, semmi eredményem nincsen még. És miért fontos a telepátia? Mert ki kell találni a lányok gondolatait, ugye? Tehát, mert arra hiába vársz, ők elmondják. Tehát, el is mondják, nem az. Ezt már megtanultam. Ez már biztos nem az. És ugye miért fontos? Mert a lányok olyan férfit szeretnek, aki határozott, de nem szól bele mindenbe. Tehát mindig pont úgy határozott, ahogy a lányok szeretnék. Ezt hogy lehet megoldani, én nem értem. Tehát csak telepátiával szerintem, más megoldás nincsen. Én meg aztán egyáltalán nem vagyok határozott, sőt nagyon bizonytalan, ami hát baj, ugye. Annyira egyszer voltunk így egy barátnőmiknek, családi, ebéd, nagy rokonság, minden, és felmerült, mit tartsunk. Kutyát vagy macskát? Mondom, nekem aztán mindegy. Ezt nem szabad. Kész, elindult a lavina. Hogy mindegy, olyan nincsen, valamelyiket jobban szeretem. Mondom, én egyiké vagy se vagyok jobban oda, mint a másiké. Nem szeretem az állatokat. De nagyon szeretem, sőt, egyformán szeretem az állatokat. Akkor szedjem össze magam, döntsem el, most mit tartunk. Mondom, jó. Nézd, mondom, most, itt, egyből, ne hülyéskedj. Na jó, összeszedtem magam, na mondom, döntök, jó, akkor kutyát tartunk. Mindig is tudta, hogy ki nem állhatom a macskákat. Jó, akkor meggondoltam magam, legyen macska. De azok olyan hízelgőek, olyan képmutatóak, hogy nyávognak, nem szeret. Na mondom, jó, akkor kutyát tartunk, ez az utolsó szavam. Bertuk a néni, kicsit rosszul, ha oda, jó. Mi az utolsó szava? Szabolcs mindenképp kutyát szeretne. Bertuk a néni, odahajol, barátom, édesanyjához, hallod ezt, Ilonka? Szabolcs kifejezetten írtózik a macskáktól. Kiderül, hogy Bertuk a nének 12 macskája van otthon, nagyon szeretünk, meg van bántva, most miért bántottam meg? Na hát ezt nem tudtam, bocsánat, akkor inkább meggondoltam magam, tartsunk mégis macskát. Erre, barátnő, na persze, megint a macskánál tartunk, látom, milyen határozatlan vagyok, és feszült. Na, nem vagyok feszült, mély ülök úgy, mint aki karót nyelt. Mondom, azért, mert nem akarok vénységemre olyan görbe lenni, és szinte kimondtam, mint Bertuk a néni, de sikerült még időben visszafogni magam. Mondom, tartsunk, amit akarsz, nekem édes mindegy. Persze, mert mindenre ez a válaszom, és kíváncsi, az is édes mindegy lenne, hogyha egy másik fiúval látnám. Ha mondom, attól függ, mit csinálnátok azzal a másik fiúval, ugye? Minden. Hogy mindenre ez a kifogásokat keresem csak, és ki kéne próbálja, hogy mit tennék, hogyha fűvel, fával megcsalna. Ki csalna, megjön be, a lényeg, a füle megint be a képbe, minden. Szabolcs azt mondja, hogy őt azt is zavarna, hogyha minden nap más fiúval lennék. Bertuk a néni Ilonkához. Ilonka, hallod ezt? Szabolcs szerint a lányod egy kurva, de őt ez nem zavarja. Ide jutottunk attól, hogy kutya vagy macska. Nagyon veszélyes, tehát nem...